11 kategóriában díjazták a tudományos munkát is végző diákokat a 23. Tudományos Diákkörök konferenciáján. A diákok mellett elismerést kaptak az őket felkészítő pedagógusok is. A rendezvényen Novák Katalin köztársasági elnök arról beszélt, az iskolát a diák, a pedagógus és a szülő egysége alkotja. Novák Katalin köztársasági elnök köszöntötte a középiskolás tanulókat a Tudományos Diákkörök 23. Kárpát-medencei konferenciájának záró ünnepségén. Az ország valamennyi tájáról és a határon túlról is érkeztek olyan fiatalok, akik a tanulás mellett tudományos munkát is végeznek. A TDK-n 11 kategóriában vehettek át elismeréseket a diákok. Kategóriánként a legjobbak nagy díjat kaptak. A tanulók általában éveket dolgoznak egy-egy tudományos munkán. A váratlan eredmények azok, amik talán a legizgalmasabbak, és amelyekre minden körülmények között megoldást kell találnunk. Igazából, amit szeretnék hosszú távon, az vegyészé, kutatóvá válni. Elismerték azokat a pedagógusokat is, akik a szabadidejüket feláldozva dolgoznak azért, hogy diákjaik tudományos sikereket is elérhessenek. A díjra a pedagógusokat tanítványaik jelölték. Valamennyien vágyunk a sikerre, és ha elismerik munkánkat, akkor megerősíti azt, hogy érdemes volt évtizedekig a pályán maradni, érdemes dolgozni, mert munkánknak lassan beérik a gyümölcse. Az iskolában három dolognak az egységére van szükség. A diáknak, a pedagógusnak és a szülőnek az egységére. Novák Katalin az ünnepélyes díjátadón azt mondta, szükség van a tanárra, aki a diákra figyel és hosszú távú érdekeiért dolgozik. Szükség van olyan diákokra, akik a tehetségüket szorgalommal egészítik ki, és olyan szülőkre, akik ott vannak a gyermekeik és a pedagógusok mellett is. A köztársasági elnök hangsúlyozta, sem érdekérvényesítéssel, sem nem megfelelő szabályozással nem szabad megbontani ezt a hármas köteléket. A mesterséges intelligencia korában megítélésem szerint az a jó iskola, amely egyszerre őrzi a régit, az emberi, nemzeti, kulturális értékeket, a hagyományokat, és használja az újat, a technológiát, a modern ismereteket, módszereket. Az az iskola, amely konzervatívan nevel és progresszíven oktat egyszerre. Ilyen iskolákra van szükségünk Magyarországon is. A köztársasági elnök felhívta a tudományos munkát végző diákok figyelmét a stipendium Peregrinum ösztöndíjra. Ennek segítségével a legkiemelkedőbb teljesítményű tanulók teljes költségtérítést kaphatnak ahhoz, hogy a világ legrangosabb egyetemein tanulhassanak.